Elkészült a Bonyhádi Perccel kastély felújítása. Egy virtuális sétára invitálta a nézőket Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere. Nagyon örülök annak, hogy ma itt állhatunk, és a város lakosságának, ha csak ilyen virtuálisan is egy sétával bemutathatjuk azt, ami elkészült az elmúlt bő egy évben, a Perccel kúriában és azt körülvevő parkban, a felújítás révén, hiszen egy olyan felújításról, egy olyan beruházásról beszélhetünk, amely szerintem nyugodtan mondhatom, valamennyi bonyhádi lakosnak a szívéhez a legközelebb állt, és mindnyájan nagyon vártuk azt az időt és azt az alkalmat, azt a lehetőséget, amikor végre ez megvalósulhat, hiszen a szándék mindig is megvolt az önkormányzatban, hogy azt a fontos Perccel hagyatékot, hiszen ebben az épületben, ebben a kastélyban született 1811-ben Perccel Mór honvédtábornok, és az éveinek az utolsó évtizedeit is itt töltötte egészen haláláig, 1899-ig, hogy ezt méltó módon őrizze meg a tulajdonos önkormányzat, és erre már hosszú éveken, sőt mondhatom évtizedeken keresztül is volt próbálkozás, hogy valami olyan lehetőséget, forrást találjunk, amivel mindez megvalósulhat. Több pályázat is volt az elmúlt években, évtizedekben, de mégsem sikerült dőlőre jutni, és ezért igazán nagy öröm számomra, hogy mindez most 2020 év végével, és most így 21 év elejére megvalósulhatott. A terület, amin vagyunk, az közel másfél hektár, és ebből maga a park, a kert mérete az egy hektáros terület, tehát egy jelentős nagy területről beszélünk. Nem véletlenül fontos, hiszen a város szívében, ha egy ilyen parkot, egy ilyen kertet meg lehet újítani, és ez megtörtént, akkor ez megvalósuljon, hiszen lehet benne sétálni, kikapcsolódni, kialakítottuk azokat a sétányokat, amelyek ezt lehetővé teszik, és mint minden másnál a felújítás során, ugye szakági tervezőket, mérnököket kellett bevonni a munkába, hiszen maga a kastély épülete egy műemléképület, itt is nagyon sokrétű volt az a háttérmunka a mérnökök részéről, amivel minden egyes jogszabálynak, törvényének megfelelően szabad csak egy ilyen felújítást elvégezni. Ezért minden részletre igyekeztünk nagyon körültekintően és olyan szakemberekkel együtt, közösen gondolkodva és dolgozva az egészet végigkísérni, hogy a végeredmény az az legyen, amit most is láthatunk. Megújult az a növényzet, ami itt található, közel 200 növényfaj volt eredetileg is a parkban. Ezeknek a nagyon nagy részét meg is őriztük, csak azok a fák és növényzet lett kivágva, amelyek elkorhadtak, elszáradtak és már nem díszítették tovább a parkot. És a tájépítésznek a tervei alapján közel 1000 növény lett elültetve. Ezeknek a nagyon nagy része különböző virágok és cserjék, amelyek a parknak ezen a részén található majd, és számos fafa is egyrészt a gazdagságot növeli, különböző fenyők, mamutfenyő, párfenyő, óriás tobozú fenyő, sok mindent ültettünk, illetve a bejáratnál a Perccel utcai kiskapu felől van egy díszcseresznye fasor is, ami majd gazdagítja ezt a kertet. Itt arra voltunk figyelemmel, és azt fogadtuk el a tájépítésznek a tervei alapján, hogy mindazok a fafajok, amivel gazdagodik ez a park, azok egyrészt színesítsék virágjaikkal, illetve a nagyon szép színes lombozatukkal majd ezt a parkot. Én bízom benne, hogy ha nem is most rögtön, hiszen most még itt vagyunk január végén, bár már azért látszik, hogy némileg a fű is kihajtott az ültetés óta, hogy egy-két éven belül azért a újonnan telepített növényzettel úgy megerősödnek és tényleg gazdagabbá teszik ezt a teret. Az épület az 1780-as években épült, és azóta csak egyszer az 1820-as években építették át, és már ennek is több mint 200 éve. Sokáig leánykollégiumként funkcionált az épület, de már jó ideje erre sem volt alkalmas az egykori kastély. Nagyon-nagyon szükséges és égető volt már, hogy ezt a hagyatékot megőrizzük, és nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány a kérésünket meghallgatta és támogatta, nem is kevés pénzzel, több mint 1,5 milliárd forinttal, amely igaz ugyan, hogy két projektet ölel egy magába, egyrészt ugye a sportpálya felújítása is ennek a támogatásnak a része, de mi nekünk bonyhádiaknak az elsődleges célunk az volt, hogy ezt a kastélyt megőrizzük és ezt a hagyatékot tovább is vigyük. Méltóképpen szeretnénk átadni is a város lakosságának ezt az ingatlant. Vannak terveink és elképzeléseink, dolgozunk rajta, de hogy a járványhelyzet hogyan fogja ezt majd befolyásolni, ezt ma még nem tudhatjuk. Adja magát, hiszen már elkészült, hogy március 15-én az egyik legszebb nemzeti ünnepünkön a lakossággal közösen együtt ünnepelve avassuk fel ezt a felújított épületet, hogy hogyan
szól majd ebbe a járványhelyzet, azt ma még nem tudhatom, de mi erre készülünk. Az önkormányzat már több éve, évtizede tervezi a felújítást. Számos ötlet volt arra egyáltalán, hogy mire hasznosítsuk majd ezt az ingatlant, ha egyszer megújulhat. És többek között például ilyen ötlet volt nem csak a lakosság részéről, hanem a városházán többünk részéről is, hogy próbáljunk meg egy idős otthont építeni ebből, hiszen egyrészt nagyon nagy igény van rá, másrészt gyönyörű környezetben azt gondolom, hogy mindenképpen szolgálhatta volna az itt bent lakóknak a életminőségének a javítását. Azonban ezzel kapcsolatban több probléma is felmerült. A műemlék épületnek az adottságánál fogva olyan belső kialakításokat nem tett volna lehetővé, ami ma 2021-ben egy idős otthont tudna szolgálni, hiszen ott is megvannak a kötelezően előírt helységek és mindenféle előírások és elvárások, amelyet a kettőt lehetetlen volt összehozni. Én azt gondolom, hogy első körben az a legfontosabb, hogy ez a felújítás megtörtént, és hogy itt díszítem a város közepét, és hogy milyen élettel, milyen funkcióval tudjuk megtölteni, az pedig rajtunk áll, bonyhárdiakon, természetesen az önkormányzat irányításával. És akkor nézzük, milyen is lett belül a felújított Perczel kastély. Az épület egyik szobáját Perczel Mórnak szentelik. Ebben a helységben kerül kialakításra a Perczel emlékszoba. Ennek a kialakításában nagyon nagy segítségünkre volt Ódor János, aki a Vosonszki Mór megyei múzeum igazgatója, és a kollégái, és természetesen a Völgységi Múzeum jelenlegi vezetője Binder Bolbárla, akik feladatul kapták, és kérésünket meghallgatva segítik ennek a szobának a kialakítását. Február végére el is készülhet. Gyakorlatilag olyan bútorzat kerül majd bemutatásra, amely konkrétan a Perczel család tulajdonában volt, és úgy tudom, hogy néhány olyan személyes tárgy is bemutatásra kerül majd, amely bizonyítottan Perczel Mór honvédtábornok a tulajdona volt, és ő használta őket. Egy Perczel családfát is készítettünk ebbe az emlékszobába, és ezt az emlékszobát természetesen minden ide látogató, és a bonyhárdiak is rendszeresen látogathatják. Nagyon sok évtizedes adósságát törleszti egyrészt a város azzal, hogy civil szervezetek kapnak helyet majd az épületben. Másrészt már láthatjátok, hogy a falakat gyönyörű festmények díszítik. A tavalyi év döntése volt a képviselőtestületnek, hogy Kovács Ferenc festőművész rajztanár úrnak az életművéből 50 festményt megvásárol. Ez megtörtént, szerződést kötöttünk, így már a város tulajdonai képezik ezek a festmények, és ma már én azt gondolom, hogy méltó helyre kerültek egy életmű kiállításként, hiszen már állandó kiállításként fogják díszíteni ezeket a termeket, ezeket a falakat. Több helység van a kastélyban, egy U-alakú épületről beszélünk. Az U-alaknak az egyik szárnyában ugye közösségi vizes blokkok kerültek kialakításra, az említett civil szervezetek jelesül a Felvidékiek Egyesülete és a Bonyádi Németség kap majd helyet. Ők egy nyertes pályázatnak köszönhetően már 3 millió forintot nyertek a német belügyminisztériumon keresztül egy pályázatból, már kezdik is a bútorozását ezeknek a helységeknek. A három fő épületrész, a rendezvénytér alkotta helységekben látható az állandó kiállítás, amely különböző rendezvények megtartására lesz alkalmas, akár egy konferenciát, bármilyen programot, ahol akár 100 embernek helyet kell foglalni egy térben, arra alkalmas ez a helység, együttes. Van egy kiszolgáló helység mellette, hogyha olyan jellegű rendezvény zajlik majd itt az épületben, akkor egy ilyen cateringes kiszolgálásra is lehetőség legyen. De miután alapvetően a forrás ugye a sportpálya felújítással közösen egy kormányzati támogatásból valósult meg, ezért a sportinfrastruktúrális részét is ki kell emelnem az ingatlannak, hiszen szobák is helyet kaptak ebben az épületben, és egy olyan rekreációs helység, ahol szauna és jacuzzi található. Az főépületben 3 szoba van, én úgy gondolom, hogy a mai modern kor követelményeinek maximálisan eleget tesz mind a fürdőszobának, mind a szobának a kialakítása, a berendezés. Az még feladat 21-es költségvetésből a város részéről, hogy ezeket olyan bútorzattal is töltse meg, ami ide illik, ami lehetővé teszi majd a szállásoknak a kihasználását. És van egy udvari épületünk, ahol pedig 4 olyan kis apartman került kialakításra egyenként, mindegyik egy,
egy igényes fürdőszobával. Úgyhogy ezek együttesen 16 férőhelyet biztosítanak az ide látogatók számára. Ők lehetnek a város vendégei, sportolók vagy akár edzőtáborozók is. Én nagyon bízom abban, hogyha ennek a virtuális sétának köszönhetően a bonyádiak is most láthatják azt, hogy mi valósult meg, milyen műszaki tartalommal készült el, milyen igényesen ez a felütés, akkor bízom abban, hogy ez nem csak az önkormányzat örömére, hanem valamennyiünk örömére tettük, és hogy mi nagyon sokáig élvezhetjük ennek a megújult épületnek és a gyönyörű parknak a meglétét.